Hello, sziasztok! Baleset ért, úgyhogy milyenkor a teendő, ugye nem tudok bringázni, nem tudok dolgozni. Most jelenleg az van, hogy ketogén diétát kezdek. Mert hát akkor használjuk már ki a lehetőséget, hogy itthon kell rohadnom legalább 10 napot. Mi történt? Hát itt ebbe, ugye, ide belevágtam flexel oda az izületbe, és hát most ott rajt van egy kis csomag, meg egy cső, meg kivágták azt a sebet, de most ez tök mindegy, szóval egy 10 napot biztos gyógyul, meg összevarták. És ugye itt nem van egy kis tasak, meg branöl, vagy mi a franc, egy csövecskőmbe folyik ki a gennyes vér, azért most egy kesztyűt se lehet fölvenni rá, meg hát fogni is még azért nem olyan kellemes. Na, de ha már itt edzésmentesen itthon leszek, mit lehet ilyenkor tenni? Ugye elhízni nem akarok, és a szénhidrátot ilyenkor azért toltam edzések miatt, hát most azzal meg kell állni. De akkor álljunk meg rendesen, kezdjünk el egy ketogén diétát, ami ugye abból áll, hogy szénhidrát nulla. Igen, nulla, hát egy 10-20 gram per nap. És ez, hú, milyen sok, mi hát a cukorra, egy kanál cukorra, hogy belegondolsz, hogy az úgy sok, hú, mennyit megehetsz. Ja, de úgy összesen egy nap annyit ehetsz. Szóval a lényeg a ketogén diétának az, hogy az összes tápanyag bevitelednek legalább a 75%-a minimum, inkább 80% az zsír legyen. Még egyszer mondom, zsír legyen. És a maradék 20-ból vagy 25-ből, ha lazábban vesszük, abból legalább 20 vagy 15% a fehérje, és csak egy 5%-nyi rész az legyen a szénhidrát. De a szénhidrát az ne cukor meg fehér liszt legyen, szóval amikor elolvas egy tápanyagtáblázatot, hogy miben mi van, akkor azért nézd meg, hogy van benne szénhidrát, akkor azt annyira ne, az a jó, amiben sok a zsír. Ilyenkor. Elsőre jó hangzik, ugye, mert miket tehetsz, vagyis hát először kezdjük, hogy mit nem. Ez itt a legnagyobb kilós a kenyér, még akkor is ez műanyag, az igazi kenyér még rosszabb. Aztán az ott mondjuk egy étcsoki, de vegyétek úgy csoki tilos. Aztán az ilyen 3-1-ben kávékban sajnos 8 g cukor, ebben a 15 g-os kis vacakban 8 g cukor, szóval kettő ilyen, az összes szénhidrátot fedezni, és akkor már tejet tejszint se ihatnál, mert ebben a 20 g cukorban bele kéne, hogy férjen a napi szénhidrát bevitelet, ami a főző tejszínben már, hogyha ott van, hogy szénhidrát 4,1 g per 100 g, ugye 1 decibe van 4. A 20%-os a szerencsésebb, mert többen a zsír ilyenkor a 20%-os főzőtejszint javaslom fogyasztani, mert ha megnézed, ebbe ugye 20 g zsír van, a másikba csak 10, és a szénhidrát is, ebbe 3,5 g, amiből teljes 3,5 g cukor. Szóval, ha egy ilyen fél litereset bekapsz, akkor már ezt 5-tel szoroznál meg, 5x4 az 20, és már annyi a szénhidrát, hogy azt tehetted meg, és semmi más. Na de szükséged van egy kis rostra, úgyhogy ilyen növényeket érdemes enni, mint saláta, uborka, paradicsom, paprika, karfió, brokkoli, és hát mindegyikben van szénhidrát. A nagy szénhidrát tévhit, ugye, hogy ilyenkor elkezdesz diétázni, nyomod ezt a ketózó. Te nem ketózó, elárulom, mert te rizs teszel meg bulgurt, ez tilos. A rizs, a bulgur, a hurka is tilos, mert tele van rizssel. Amit szabad enned, az a kolbász. Zsírba sütve. Meg a... már folyik is a nyálam. Meg a... mi a neve? Töpörtő. Tepertő, töpörtyű. Ezt teheted az erős paprikával, az úgy nagyon kafa. Aztán ehhez sajtokat, minél zsírosabb sajtokat, ez egy camembert csak kivontottam, mert ezt mindjárt be fogom tolni, meg ezt a francia sajt, na azt is tilos, a rizó, mert hát ugye az is rizs, meg cukor, de eheted a kolbászokat, ez ugye csirkemel sonka, de kicsit túl szegény neked, de hát meg lehet enni szüken. Tejfölből a 20%-osat, minél több zsír, de szintén van benne szénhidrát, ha megnézed a tápanyag táblázatot, ugye 100 g-ba 3,8, és az mind cukor. Úgyhogy óvatosan. Ugyanígy vagy a túróval is. Reggelire süthetsz tojást, mert hát az ugye fehérje, meg zsírok, meg ilyenek. És zsírba süsd azt a tojást, ha már egyszer. Szóval sajtok, töpörtyű, kolbászok, szalonnák, ezek mehetnek. Hát ilyen sem mehet. Mert ezek cukros levek. Aztán ami nem mehet, egy ilyenből nem ihatsz egy málnát, ha csak nem teljesen cukormentes, de a cukormentes kólát, a cukormentes helyt azt nyugodtan tolhatod. Szóval a nagy ellenségünk a cukor, az a tilos, az helyett édesítőszer.
És hát növényeket azt tehetsz, elheted a szilitet, az egy műanyag, azt nem tudod megemészteni. Attól jó hasmenéses leszel, de hát az kit érdekel, a fogyás itt a cél. Na most egy tévhit. A ketogén diéta az önmagában nem egészséges, szerintem. Szóval nehogy azt hitt, hogy ez most valami nagy egészséges csoda. Ez arról szól, hogy a felhalmozódott zsírt, a fölösleges zsírt, azt ledobjad. Egy ketogén diétát 90 napig érdemes tartani, se tovább, se kevesebb, se hogyan, és tovább meg már tényleg egészségtelen, mert hát ugye szénhidrátmentesen a szervezeted éhezik. Itt a lényeg az, hogy egy éhezéses állapotba kerüljön be a szervezeted, ezt érezni is fogod az elején, hogy folyton éhes vagy, hú, de megennéd a cukrot, a kekszet, a nápoit, ami minden, ami tilos, szóval nagyon fogod kívánni, de aztán szépen lassan ez lejön. Ami az egyetlen izmod, ami fel van készítve genetikailag arra, hogy zsírral menjen, hogy szénhidrát ment, az a szívizom. Szóval a szíved nem fog megállni, attól nem kell félni, az agyad az igen, mert az agy ugye főleg a nagy szénhidrát falu szőlőcukorra menne, na már most töpörtyűből szőlőcukrot nem tud csinálni a szervezet. Ez bármilyen hihetetlen, itt a vérednek a cukorszintje, ez nagyon alacsonyan lesz, nagyon le fog esni, éhezéses fázisba fogsz kerülni, és ezért van az a rossz érzés, az nem is tudom elmondani. Ilyen álmos, szédülős, ha már voltál nagyon éhes, sokáig nem ettél mondjuk egy napot, és úgy leszédülni a létráról, meg úgy elkezdesz szédelegni, meg olyan gyenge vagy, olyan éme, olyan hánynál, de nincs mit érzés, vagy én nem tudom ezt minek mondani. Ez el fog tartani egy pár napig, az agy az haldoklani fog egy hetet, maximum kettőt, szóval 10-14 nap, amíg az agy át fog állni zsírüzemre. Ketonok fognak keletkezni, a szervezet megtanulja, hogyan lehet minden izmot működtetni zsírból, és bármilyen hihetetlen az elején, mivel nem viszel be annyi sót, arra azért figyelni kell, és nem viszel be cukrot, ami a másik olyan, mint a só, ami vizet köt meg, az elején nagyon sok súlyt fogsz ledobni, mivel nem köt meg a szervezeted annyi vizet, és ugye a vizesedés ellen is ez egy nagyon jó dolog. De egyébként azt a ketogén diétát valami epilepsziához, vagy valamihez használták egyébként gyógymódnak, de nem ez a lényeg. Itt az a lényeg, hogy a testzsírodat szépen el fogod bontani. Azért fogod elmondani úgy a testzsírodat, ha zsírt eszel, ami nagyon érdekes, hogy zsírt eszel, azt hiszed dagadt vagy zsírt eszel, és akkor hogyan lehet te zsírt, ha egyszer az a bajod, hogy zsír vagy, ugye? Hogy, hát épp ez az, hogy megtanuljál szénhidrátmentesen a szervezetet, túlél. Egy túlélési fázisba kerülsz, egy éhezéses túlélési, meg fog menteni a szervezetet, nem fogsz belehalni, de ez orvosi felügyeletet igényel. Vegyük úgy, hogy én orvosi felügyelet alatt csinálom, mert hát ez nagyon veszélyes dolog, hogy éhezel, nem eszel szénhidrátot. Hogyha eszel szénhidrátot, vannak ezek a lebutított ketogén diétából származtatott Norbi update és stb. Mi a másik, Regenor, meg ezek az átverős hülyeségek, ezeket felejtsd el. Ezek eladnak neked drága termékeket, szénhidrátmentes szénhidrátot, meg ilyeneket, szóval ha annyira hülye vagy, akkor vegyed, ez arról szól, hogy költsd el a pénzedet. Nézz utána, hogy mi az igazi ketózis, nagyon sokan ellenzik, mert tényleg egy egészségtelen, életveszélyes állapotba kerülsz, viszont hatásos. Ezt komoly testépítők használják, űrhajósok talán. Szóval ez komoly, komoly dolog, komolyan kell venni, viszont csak úgy egészséges, hát nem egészséges, csak úgy nem rakódik le a zsír, hogyha ezt komolyan veszed és csak zsírt eszel szinte. Akkor nem fog lerakódni, hanem ketonok fognak képződni, és szépen az fog történni, hogy el fogsz menni zsírral. És ahogy egy picikét nem eszel eleget, ugye a nap folyamán, akár edzel, akkor hova fog nyúlni egy idő után? Nem az izmot fogja lebontani, szénhidrát nincs, ugye azzal nem tudsz menni, nem az izmot fogja lebontani, hanem a testzsírodat. Ez nagyon érdekes állapot, ugye az L-karnitin normál esetben segít bontani a testzsírt edzés során, ennél sokkal durvább testzsírbontás fog bekövetkezni, úgyhogy a harmadik héten, amikor már ketózisba vagy, és már elmúlott ez az émelygős, mindenféle állapot, és észreveszed, hogy kitisztult az agyad. Egyébként sokkal okosabb leszel, sokkal nyugodtabb, sokkal többágú gondolkodásod lesz, egy másik világ nyílik meg, szóval egy tisztább dolog. Csak aztán ebben nem szabad benne maradni, hanem 90 nap után ezt meg kell szüntetni, és neki kell állni nutellát enni, ami ugye zsír meg cukor főleg. A zsír az oké, hogy ott van, de ott a cukor. Nagyon nehéz róla mondani, főleg, hogy nekem itt kilószámban itthon cukrom,
már hogy csokoládé, meg ilyen cukros kávék, meg nápoik, meg mindenféle ilyen vacak, meg rizs, bulgur, tonna szám, amit most nem ehetek, na de hát csak eláll 3 hónapig, ugye azzal nem lesz gond, de azért álljunk neki. Na, és akkor a tápanyagtáblázat. Ami mehet, az például a chiamag. Annak ellenére, hogy 100 g-ban, itt látod, hogy a szénhidrát, csak nagyon furcsa, az 44 g. Ott van valahol, látjátok, szénhidrát 44 g. De viszont amelyből cukor, az kevesebb, mint fél gram. Hogy lehet ez? Úgyhogy 38 g belőle a rost. De nagyon fontos, hogy rost azért legyen. Úgyhogy az a napi 20 g szénhidrát, ha lehet, az 20 g rost legyen. A tejben a tejcukorként van jelen. Még az is jobb, mint hogyha répacukrot, szőlőcukrot vagy ilyet. Szóval fehér liszt, répacukor, szőlőcukor, ezek a tilos. Szóval azokat úgy nullázd ki. Ha nem, viszont a rosttal azzal akár át is lépheted egy kicsit. De a chiamoggal például. És akkor meg is mutatom, hogy hogyan lehet egy olyan édességet csinálni, ami ketogén diétával egy kicsit, amikor nagyon kívánod az édességet, segít neked. Fogsz egy poharat. Ez itt a teám, amivel citromé lesz, meg édesítőben, hát ugye abban is tilos a cukor. Fogsz egy poharat, így meg vagyunk. Nem tudom, mennyire látszik. Őrölt fahé. Megy bele. Őrölt fahé. És chia mag. Ez is chia mag. Ez egy kicsit kevés lesz. Majd meglátjuk, de azért fölvágom ezt. Szóval csiamag, őrölt fahé, édesítőszer és 20%-os főző tejszín. Ezeket fogod összekeverni. Ez a chia puding egyébként. Fogom a 20%-os főző tejszínemet. Jó, zsíros, de finom. Egyébként van ennél durvább ezek a habtejszínek, csak ott a sok a cukor, az a baj. Fölöntöd főző tejszínnel. Teszel bele édesítőszer. Mindjárt. Jó, hogy hirtelen ránéztem, én Csoki Mikulás, és tilos az egyértelmű, de a méz az tilos. Az tömény, szőlőcukor, a méz az baromi egészségtelen amúgy is. Na, szóval nyomsz bele édesítőszert, és így egy szénhidrátmentes, illetve van benne szénhidrát, de rost formájával, chiamag miatt, de cukormentes, lisztmentes, nagyon finom édességet fogsz kapni, ez a chia puding, ezt jó összekevered, hogy a fahé meg a csiamag keveredjen el, és az a lényeg, hogy ezt bele fogod tenni a hűtőgépbe, és egy nap alatt lesz kész, 24 óra alatt, de már egy 6-8 óra alatt, hogy ellenőrizheted, hogy mennyire találtad el az arányt, érdemes megjegyezni, hogy mennyi csiamagot tettél vele, próbált ki, mennyi tejszínhez, mert ez folyamatosan sűrűsödik. Na most ezen ne lőd túl magad, ezt azért ne edd meg egyszerre, hanem mit tudom én, 2 nap alatt tegyél meg egy ilyen pohárral. Egy jó tanács, akkor nem dugulsz el, mert a csiamag az azért hajlamos egyfajta ilyen bélrendszeri dugulást okozni. Főleg nem így, amikor már fölpuffasztottad, akkor már nem lesz vele gond, így már eheted, hanem hogyha így simán megeszed, így, vagy beleteszed a sékedbe, vagy így most megeszed, így túl lehet tolni, és majd benned dagad föl, és akkor egy dugulást okoz, ami elég kellemetlen, de azért kijön, csak hát a csiával vigyázni kell. Meg kell kóstolni, elég édesen. Most sikerült bennem a fahéjból egy kanál fahéj, az itt töményem. Még egy pici édesítőszer. Ha így finom, akkor úgyis finom lesz. A lényeg az, hogy most ezt tedd, de legalább 6-8 órára és 12 óra múlva. Érdemes egyébként egy 2-4 óránként átkeverni, de akár most is, mert a tetején és az alján keményebb lesz. Szóval, hogy talán sikerült eltalálni az arányt, vagy talán nem, de ennek még kell idő, amíg teljesen bedogad az összes kis szemecske, de azért ez már így fogyasztható, meg lehettem volna a tetejéről a keményebb részt. Szóval ennyi a chia puding, ilyen jól néz ki, most egy kézzel nehéz fölkeverni az aljáról, de valami finom, szóval látszik, hogy milyen nagyon bedogadnak ezek a kis apró szemek.
De finom. Nem szénhidrátmentes, de a szénhidrát nagy része rost, de cukor, meg lisztmentes, meg mindenféle szemétmentes, egészséges desszert. A ketogén diétával épp, hogy befér belőle egy kicsi, mert ugye nem kéne még ennyi szénhidrát sem. De jó étvágyat hozzá! Sziasztok, iratkozzatok fel!